csomópont épült, pályázati forrásból valósult meg az a Vásáros-Naményi körforgalom, ami a Beregi városba érkező 41-es számú főutat és a Mátészalka felől érkező utat köti össze. Újabb kormányablak nyílt, a rakamazon átadott új épületben modern környezetben várják az ügyfeleket. Amerikai fejlesztés, egy olyan gyors diagnosztikai eszközt mutattak be Tiszalökön, ami percek alatt képes a legsúlyosabb fertőző betegségek kiszűrésére. Teljes egészében pályázati forrásból valósult meg az a Vásáros-Naményi körforgalom, ami a Beregi városba érkező 41-es számú főutat és a Mátészalka felől érkező utat köti össze. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A kereszteződés rendkívül veszélyes volt, az utóbbi 5 évben 26 baleset történt az érintett útszakaszon. Az építkezést megelőző tervezési munkálatok már 2014-ben megkezdődtek. A kivitelezés ezt követően egy fél évet vett igénybe. A közműkiváltás mellett a forgalom alatti munkavégzés jelentette a legnagyobb kihívást az építők számára. A Beregi térség bevezető szakaszának az egyik legbalesetveszélyesebb pontja volt a 41-es Vásáros-Naményba érkező szakasza, ahol nem csak a Olcsva felől érkező, Mátészalka felől érkező autósok érkeztek a útkereszteződésbe, hanem a Molkutból kijövő és bejövő forgalom is igen sok balesetet okozott az utóbbi években. A körforgalmat hivatalosan ugyancsak szeptember 1-én adták át, az autósok azonban már néhány nappal ezelőtt birtokba vehették. A körforgalom jelentősége abban is rejlik, ugye ilyenkor egy kicsit mindenki lelassít, de mégis folyamatos átjárást fog ezáltal biztosítani. Én azt hiszem, ahogy az autópálya ráfordul a 41-es egy körforgalommal, ugyanakkor kivezeti a várost a 41-es egy másik körforgalommal. Nagyon fontos volt, hogy végre a harmadik is megépüljön, hiszen három magyar igazság. A körforgalom megépítésével közel 2200 köbméter földet mozgattak meg, és 1100 tonna aszfaltot építettek be az elkészült csomópontba. 276 millió forintból valósult meg a közlekedési operatív program keretében a biztonságos kereszteződések átépítését célzó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium programjában. Ugye egy 8000 járműegység per nap forgalommal járó kereszteződésről beszélünk, amely esetében az utóbbi 5 évben 26 baleset történt, ezért indokolt volt ennek az átépítése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kölcsén és Nyíregyházán az orosi városrészen már befejeződtek a körforgalmak építési munkálatai, ezt követően Apagynál szeptemberben tervezik egy hasonló kereszteződés átépítését. 350 ügykörben, ezentúl már 7 új típusú kormányablaknál intézhetik ügyeiket a lakosok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A legutóbb rakamazon átadott új épületben modern környezetben várják az ügyfeleket. A kormányablakoknál a legjellemzőbb a személyi okmányokhoz kapcsolódó ügyek intézése. Térségünkben továbbá kiemelkedő számban nyújtanak be családtámogatási kérelmeket is. Magyarországon az elmúlt 5 évben több változás történt az államigazgatásban, aminek célkitűzése a szakigazgatási szervek működésének összehangolása volt. Ennek részeként indult a kormányablak program is. Az egyablakos ügyintézés jól működött, ezért is döntöttek úgy, hogy később országszerte közel 280 hasonlót hoznak létre, annak érdekében, hogy minden járási székhelyen és nagyobb településen gyorsabban és egyszerűbben intézhessék ügyeiket a lakosok. Az új típusú kormányablakok az azt jelenti, hogy egyablakos ügyintézésnek körülbelül 400 ügyet már érdemi módon itt el lehet intézni, és nagyon nagy előnye ugye az informatikára épül, az ügyfélkapura, de ha valaki ezt nem ismeri és személyesen behozza a papírokat, és más szakigazgatási szervnél kellene elintézni, akkor nem az állampolgárt, az ügyfelet küldözgetjük, hanem maga a hivatal küldi el, elintézik, visszajön és a kormányablakba az állampolgár átveheti az elintézett ügyet. A kormányablak munkatársai 350 ügykörben tudnak eljárni, ez a száma tervek szerint másfél év múlva 2000-re nő majd. Legutóbb rakamazon adtak át kormányablakot, így ma már 7 működik a megyében. Ezzel a számmal országos szinten is Szabolcs megye a legeredményesebb. Minden héten tartunk egy kormányzati szintű értekezletet, ahol minden megye beszámol a kormányablakok kialakításáról, az átadások várható időpontjáról, és mi megyei szinten az élbolyban az első helyen állunk az átadások ütemezését tekintve, tehát a fizikai kivitelezésre gondoltam. A rakamazi kormányablakban 6 munkavállaló dolgozik.
négyen úgynevezett front office munkát fognak ellátni, tehát az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban lesznek, ketten pedig a hat munkatárs közül úgynevezett back office, tehát háttérmunkatársak lesznek. Én úgy gondolom, hogy a rakamazi okmányiroda, amelynek a bázisán felépült és kiépült ez a kormányablak, eddig is nagyon sok környező, illetve településen élő állampolgárnak az ügyeit intézte. Ezek természetesen okmányirodai ügyek voltak. A kormányablak átadásával az intézendő ügykörök száma jelentősen megnő, úgyhogy várható, hogy az ügyfélforgalom is meg fog nőni. A kormányablakoknál a legjellemzőbb a személyi okmányokhoz kapcsolódó és a hasonló államigazgatási ügyek intézése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelkedő számban vannak a családtámogatási kérelmek, a nyugdíjkérelmek és az egészségbiztosításhoz kapcsolódó ügyintézések is. Egy olyan gyors diagnosztikai eszközt mutattak be Tiszalökön, ami percek alatt képes a legsúlyosabb fertőző betegségek kiszűrésére. Ilyen többek között az ebola, antrax, H1N1, madárinfluenza vagy éppen a HIV vírus. Az eszköz egy mentőautóban is elfér, és egyszerre akár 16 mintát tud vizsgálni. Így néz ki az az eszköz, aminek a prototípusát egy nemzetközi konferencián mutatták be Tiszalökön. A szakértők szerint a műszerrel az orvosok és a WHO, azaz az egészségügyi világszervezet munkatársai képesek lesznek a világméretű járványok megelőzésére, a fertőzött betegek kiszűrésével és minél hamarabbi izolálásával. Ez évben augusztus 17-18-19-én Washington DC-ben volt az első hasonló rendezvény, amikor bemutattuk azokat az új fejlesztéseket az egészségügyben, amivel a járványos betegeknek, a fertőző betegeknek a kiszűrését, szakszerű mentését, gyógykezelését lehet végezni, és az ehhez tartozó informatikai rendszereket is egyúttal. Itt gyakorlatilag a rendezvénynek az a célja Tiszalökön, Európában először, Magyarországon, hogy mutassunk egy olyan kész terméket, egy olyan működő modellt, ami jelenleg, amikor a migráció miatt naponta ezre vagy több ezre jönnek országonként be váratlanul, a lehetséges fertőzésnek a kockázatát minimálisra csökkentsük. Itthon korábban szúrópróbaszerűen megvizsgáltak 2000 migránst, akik közül 57-nél találtak fertőző betegséget. Az új eszközzel a vérvizsgálatok ideje a 6-8 órás laboratóriumi folyamatokról mindössze néhány percre csökken. There is from 1 to 16. Az eszköz 16 különböző vérmintát képes egyszerre feldolgozni. RNS és DNS vizsgálatokból képes a műszer a fertőzöttséget megállapítani. Emellett amerikai egyetemi kutatók kifejlesztettek egy olyan mentőautót, amivel akár ebolás betegek is biztonságosan szállíthatók. Átlagosan nettó 8-10 ezer forinttal keresnek majd többet ettől a tanévtől a pedagógusok, mondta a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján Vinnai Győző. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a 10%-os béremelés a következő tanévekben is folytatódik majd. A tájékoztatón Petneházi Attila már arról szólt, a családoknak komoly kiadást jelent a tanévkezdés, ám az elmúlt években az állam folyamatosan csökkentette a terhek mértékét. Mind étkezésben megmutatkozik ugye az ingyenes étkezés, nem csak iskolában, óvodában és bölcsödében is megvalósult, akkor utána néz, bizony ez évről évre nagyobb létszámot érint, mert nyitják azon körét, akik ezt igénybe vehetik. Emellett természetesen csökkent a tanszercsomagok ára is, és hát tanszercsomag támogatást is kapnak sokan. Tehát azt hiszem, érezhető az a tendencia, hogy próbálnak azokon segíteni, akik iskolás gyermeket nevelnek. Több méter csúszott az aszfalton annak a segédmotornak a vezetője, amely délután borult fel Nyírkércs és Ramocsa házak között. A megsérült motorost a mentők kórházba szállították, a baleset körülményeit a nyíregyházi rendőrkapitányság vizsgálja. Feszítővágó segítségével szabadították ki a mátészalkai tűzoltók annak az autónak a vezetőjét, amelyik az M3-as autópálya feletti felüljáróról lehajtva a fák közé csapódott pusztadobosnál. A megsérült gépkocsi vezetőt a mentők kórházba szállították, a Vásáros-Naményi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Több változást is hozott a 2015-16-os tanév a felnőtt oktatásban. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban.
fél idejénél jár a Vidor Fesztivál. A Makkároly vezette zsűri naponta egy-egy kamarai és nagy színpadi előadást néz meg és értékel, hogy a hétvégén majd kiderüljön, kik lesznek az idei díjazottak. A nézők számos ismert művészt láthatnak a nyíregyházi deszkákon. A napokban itt volt többek között Szirtes Ági, Ónodi Eszter, Kulka János, Serer Péter és Csányi Sándor is. Öt fordulót követően is hibátlan a bajnokságban a nyíregyháza Spartacus. Mátyus János együttese legutóbb Tiszaújvárosban győzött 4-0-ra. A másik megyebeli NB3-as csapat a Nyírbátor 7-0-ás vereséget szenvedett Jászberényben, amelyet követően Kovács János edző helyét ideiglenesen Tóth Tibor foglalta el a kispadon. Több változást is hozott a 2015-16-os tanév a felnőtt oktatásban. Ingyenes ezen túl a második szakképzés, valamint emelkedett a nappali tagozatos diákok korhatára. Így az eddigi 21 helyett 25 éves kortól lehet a felnőtt oktatást választani a tanulóknak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több helyen esti tagozaton ingyenes képzésben szerezhetnek érettségi bizonyítványt a jelentkezők. A 2015-2016-os tanévben több változást is bevezettek a felnőtt oktatásban, ilyen például az ingyenes második szakképesítés, valamint az eddigi 21 év helyett már 25 éves korig tanulhatnak nappali tagozaton a diákok. Több szakképzés feltétele az érettségi bizonyítvány. A nyíregyházi központú Csokonai Vitéz Mihály középiskolai szakiskola ennek megszerzésére kínál lehetőséget esti képzésein. A Csokonai Vitéz Mihály középiskolának a fő profilja az esti képzés, ezen belül is a felnőtt oktatást, esti érettségit adó képzést nyújtunk. Ugye a törvényi változásból adódóan most már 16 éves kor a tankötelezettségi korhatár, aki a 16. életévét betöltötte, ugye nem muszáj neki most már nappali tagozaton tovább tanulnia, választhatja az esti képzést is a felnőtt oktatás keretében. A diákok ingyenesen jelentkezhetnek tandíj és regisztrációs díj nélkül. Egyedül az érettségit kell majd utolsó évben kifizetniük, amit akár több részletben is lehet teljesíteni. A többi iskolához hasonlóan szeptember 1-én a Csokonaiban is elkezdődött a tanév, de a diákok heti 3 alkalommal délután 4 órától este 7:30-ig vesznek részt tömbösített órákon. Az érettségi vizsga mellett még van két szakmánk, a foglalkozásszervező és a pedagógia és a családsegítő munkatárs, mely mind a két szakma úgy érettségire épülően és 1 és 2 év alatt ugye szakmai vizsgát tudnak tenni a hozzánk beiratkozók. Megyeszerte az intézmény több mint 15 telephelyén felső korhatár nélkül várják a 16. életévüket betöltött tanulnivágyók jelentkezését. Fél idejénél jár a Vidor Fesztivál. A Makkároly vezette zsűri naponta egy-egy kamarai és nagy színpadi előadást néz meg és értékel, hogy a hétvégén majd kiderüljön, kik lesznek az idei díjazottak. A nézők számos ismert művészt láthatnak a nyíregyházi deszkákon. A napokban itt volt többek között Szirtes Ági, Ónodi Eszter, Kulka János, Serer Péter és Csányi Sándor is. Hatalmas kékszínű kanapé a színpadon. Ez volt az egyetlen díszlete annak az izgalmas produkciónak, amelyet a budapesti Katona József Színház hozott el a fesztiválra Máté Gábor rendezésében. A Két Korea újraegyesítése című előadás szerkezete különleges, mivel rövid etüdőkből áll, így a szereplők több alakot is magukra öltenek egyetlen este alatt. Kulka János szerint nem nehezíti meg a művészek feladatát, ha 6 különböző figurát formálnak meg. Nem nehezíti meg, mert nagyon kalandos dolog, vagy nagyon szokatlan dolog ez, hogy nem egy szerepet játszunk elejétől végéig, hanem ugrálunk tulajdonképpen egyik karakterből, egyik szerepből a másikba. Bizonyos szempontból persze nehezebb, mert élesebbek talán a váltások, vagy így a kontúrok a különböző jelenetek között, de maga az írott anyag nagyon, nagyon tartalmas, nagyon, nagyon gazdag, érzelemgazdag, nagyon jó humora van, sok nagyon... Szeretem, amiről szól. Nagyon tényleg igazi öröm játszani. Fulajtár Andrea alakít többek között menyasszonyt, babysittert és elhagyott barátnőt is. A művész úgy véli, színész párti a darab, ezért a társulat nagyon élvezte a próbákat. Nagyon könnyed francia humort kell elképzelni természetesen, de mellette azért minden jelenetnek nagyon-nagyon erős drámaisága is van, tehát nem akar felhőtlenül szórakoztatni, hanem sokkal inkább azt akarja az előadás, hogy azért megérezzük a lehetetlenségeit a kapcsolatainknak.
Érdemes kihasználni a hátralévő napokat, hiszen a versenyprogram előadásai mellett nagyszerű koncertek is várják majd a közönséget. Csütörtökön a Kossuth téren fellép a Quimby, pénteken pedig egy kínai zenekar, a Hangai érkezik. A József András Múzeum és a Pál Gyula terem kiállításai egész héten nyitva állnak a látogatók előtt. Emlékkoncertet szerveznek Farkas Schulz Tibor tiszteletére vasárnap este a Kossuth téren felállított Vidornagy színpadon. A híres nyíregyházi DJ augusztus 7-én hunyt el, azóta több mint 15 zenekar 56 szólistája vállalta önkéntesen és önzetlenül a fellépést. Farkas Tibor olyan karizmatikus személy volt, aki több generációt is megmozgatott és megmozgat még halála után is. A szervezők bíznak benne, ez a kezdeményezés egy hosszú távú koncertsorozatot indít majd el, és bár az alkalom szomorú, mégis összekovácsoló ereje lesz. DJ Schulz szeptember 6-án lett volna 69 éves, ezért is szervezték erre a napra a közel 4 órás koncertet. Vasárnap 6-án a Vidor utáni vasárnap a Vidor színpadát kaptuk meg, a Vidor technikáját kaptuk meg, egy olyan technikát, amin világsztárok játszanak előttünk. Ekkor vasárnap több mint 20 produkcióval várunk mindenkit a Kossuth térre, 17:30 kezdünk. Nyilván nagyon fontos most megjegyeznünk, hogy az időjárás reméljük nem fog közbeszólni. Most egyelőre úgy néz ki, hogy talán azok a napok már kicsit esősebbek lesznek, most nagyon imádkozunk azért, hogy ez ne így legyen. Abban az esetben, hogyha ha mégis rossz idő lesz, akkor ígéretet kaptunk arra, hogy a Váci Mihály Művelődési Központban megtarthatjuk ezt a rendezvényt. Itt több mint 20 produkció, 15 zenekar és szólisták, egyéb meglepetések hajnáruljak el dolgokat. Nagyon-nagyon komolyak, mind nyíregyházi zenekarok, akik együtt dolgoztak Schulzzal az elmúlt 30-40 évben. Öt fordulót követően is hibátlan a bajnokságban a Nyíregyháza Spartacus. Mátyus János együttese legutóbb Tiszaújvárosban győzött 4-0-ra. A másik megyebeli NB3-as csapat a Nyírbátor 7-0-ás vereséget szenvedett Jászberényben, amelyet követően Kovács János edző helyét ideiglenesen Tóth Tibor foglalta el a kispadon. Az ötödik fordulóban sem tévesztett lépést a Nyíregyháza Spartacus, a listavezető Tiszaújvárosban lépett pályára, és magabiztosan gyűjtötte be a 3 pontot. Az első félidő végén Kostics 11-esből juttatta vezetéshez a vendégeket, majd rögtön a fordulás után ugyanő duplázta meg a nyíregyházi előnyt. Az 56. percben Pölöskei fejjel talált a hazai kapuba, a 4-0-ás végeredményt pedig Kostics állította be a 90. percben. Ez egy olyan meccs volt, ahol mondhatom azt, kis túlzással, hogy fél gőzzel nyert a csapat. Minden mérkőzésen meg kell szenvedni az első gólig, utána pedig a csapat pillanatnyi állapotától függ, hogy mennyi a vége. Annak ellenére egy jó meccs volt, nagyon sok nyíregyházi szurkolóval, kitűnő körülmények között, tehát egy igazi majális volt, és csapat simán hozta a kötelezőt. Öt fordulót követően a Nyíregyháza Spartacus 15 ponttal áll az NB3 keleti csoportjának élén, megelőzve a szintén 100%-os Kazincbarcikát és az egy meccsel kevesebbet játszó, de még hibátlan Cigándot. Nagyjából most rajzolódnak az erőviszonyok, látni azt, hogy a Cigánd, a Kazincbarcika, a Cegléd az a boly, amelyik ott van mögöttünk vagy körülöttünk. Ezek majd szépen le fognak tisztázódni, azt szeretnénk, hogy a őszi szezon végére pontokba is megmutatkozzon az előnyünk. A másik megyebeli csapat a Nyírbátor 7-0-ás vereséget szenvedett Jászberényben, és mint utóbb kiderült, ez a találkozó volt Kovács János búcsúmeccse a bátori kispadon. Az edző és a klub közös megegyezéssel szerződést bontott, ideiglenesen Tóth Tibor irányítja a szakmai munkát. Szombaton a Spali a Ceglédet, a Nyírbátor pedig a Tiszaújvárost fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat röviden. Teljes egészében pályázati forrásból valósult meg az a Vásáros-Naményi körforgalom, ami a Beregi városba érkező 41-es számú főutat és a Mátészalka felől érkező utat köti össze. A kereszteződés rendkívül veszélyes volt, az utóbbi 5 évben 26 baleset történt az érintett útszakaszon. 350 ügykörben ezentúl már 7 új típusú kormányablaknál intézhetik ügyeiket a lakosok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A legutóbb Rakamazon átadott új épületben, modern környezetben várják az ügyfeleket. Egy olyan gyors diagnosztikai eszközt mutattak be Tiszalökön, ami percek alatt képes a legsúlyosabb fertőző betegségek kiszűrésére. Ilyen például az ebola, antrax, H1N1 madárinfluenza vagy éppen a HIV vírus. Az eszköz egyszerre akár 16 mintát is tud vizsgálni.
A Kölcsei Televízió szerdai hírműsorát látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már változóan felhős időre számíthatunk. Nyugat felől szerdán egy hideg front közelítette meg térségünket, amelynek hatására holnap néhány fokkal hűvösebb, kissé nedvesebb levegő áramlik fölénk. Éjjel már elszórtan kisebb zápor is előfordulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északira forduló szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, estétől elszórtan zápor előfordulhat. A változó irányú szél helyenként megélénkül. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás várható térségünkben. Pénteken még nem gyengül tovább a nappali felmelegedés, és a záporok mellett több órás napsütésre is lehet számítani. Szombaton egy újabb hidegfront érkezik, amelynek hatására csapadékosabbra fordul az időjárás. Jelentősen csökken a hőmérséklet, a hétvégén és a jövő héten csak 20 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap ismét lesz napsütés, de a meleg már nem tér vissza.